A Szentesi Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban tartott fórumbeszélgetést Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Előadásában szólt a hazánkat is érintő biztonsági kockázatokról és fenyegetettségekről, amelyek kapcsán elmondta, a Magyarországot körbevevő biztonsági környezet gyorsan és élesen változik, folyamatosan újabb és újabb kihívások jelennek meg. Az orosz-ukrán háborús helyzet kapcsán úgy fogalmazott, hogy csak a kettős megközelítés jelenthet megoldást. A NATO részéről kell egy elrettentés. És azt mondani, hogy mi erősek vagyunk, jó lesz, ha egy kicsit visszahúzod magad. De kell a párbeszéd. Mert erőszakkal, mert fegyverrel nem lehet minden problémát kezelni. Az erőszak erőszakot szül. Tehát kell a józan ész, az előrelátás, a megfontoltság, mert egyébként ebből csak még komolyabb konfliktus lehet. Benkő Tibor szólt arról is, hogy a NATO jelenleg két fenyegetettség irány nevez meg Európában. Egyik az orosz fenyegetettség, amely most valósággá vált. A másik meg egy déli fenyegetettség, ami a Nyugat-Balkánon keresztül éri el Európát. Európa középső országait. Igen ám, de ha van egy déli, meg van egy keleti fenyegetettség, ennek van valami metszéspontja. Nem nehéz kitalálni, hogy ez a metszéspont hol lehet. Csak gondoljuk végig Magyarország történelmét. Magyarország küzdelmes évszázadait. Igen, itt van. Itt, Közép-Európában. Hangsúlyozta, hogy a honvédelmi és haderőfejlesztési programnak éppen ezért az a célja, hogy újjáépítse a magyar honvédséget. Egy olyan haderőt kell létrehozni, amely erős, ütőképes, amelyben korszerű modern technikai eszközöket kiválóan felkészített, a hazájuk iránt elkötelezett, lojális, áldozatkész katonák működtetnek és üzemeltetnek. És ennek a térségnek Magyarország legyen meghatározó ereje. Pontosan a keleti és a déli fenyegetettség miatt. Nem csak nagy államok léteznek itt Európában, hanem kisebb nemzetállamok is, és őróluk ki fog gondoskodni. Magyarország vegye kezébe a sorsát. Magyarország teremtse meg azt, hogy igenis ebben a régióban én tudok vezető lenni. Így hozunk létre képességeket Magyarországon, és csatlakoznak hozzánk a többi országok. Mert különben nem lesz ennek a térségnek biztonsága. Előadásában Benkő Tibor beszélt a magyar honvédség életpálya modelljéről, a honvédelmi nevelésről, illetve rámutatott a 2016 óta minden évben növekvő honvédelmi költségvetése is, amely 2024-re tervezetten eléri az 1460 milliárd forintot.